Hullámvölgyekkel teli éven vannak túl Dunaújváros kulturális intézményei, és ez alól a Kortás Művészeti Intézet sem volt kivétel. Zsinka Gabriella művészettörténész, művészeti vezető idézte fel a koronavírus járvány miatti nehéz időszakot az év elején, majd kiemelt néhány büszkeségre okot adó eseményt és pillanatot az esztendő programjai közül. A Kortás Művészeti Intézet idei programját is, ahogy az előző év Kiállítási évadát és programkínálatát is erősen meghatározta, vagy módosította, átrendezte a koronavírus helyzet. Ebből következik az, hogy a mi átlagunkhoz képest azért egy sokkal redukáltabb kiállítási sort voltunk kénytelenek összeállítani. Ennek Tulajdonképpen a rendeleti zárás az elsődleges oka. 2020 év végén novemberben két debütáló projekt kiállítást nyitottunk, Tarhajnalka és Friedwalszki Márk egyéni kiállításait, és ezeket rögtön a megnyitó után kénytelennek is voltunk akkor bezárni. És ezek az anyagok, miközben eléggé premier szintűek, vagy olyan összetételi, olyan műcsoportok szerepeltek ezekben a kiállításokban, amelyeket ebben a formában országos szinten sem lehetett látni, mégis a helyzet miatt akár heteken keresztül, vagy hónapokon keresztül ugye bezárni kényszerültünk, és nem látogathatta a közönség ezeket az anyagokat. Ennél fogva mi úgy döntöttünk, hogy az év elejét, 2021 első felét ezeknek a kiállításoknak szenteljük. Tehát újra nyitottuk őket, és gyakorlatilag az év első harmadában ezeket a bemutatókat lehetett itt nálunk megtekinteni. Úgyhogy május végéig tulajdonképpen ez egy adott keret volt, ami meghatározta a munkánkat, onnantól kezdve tudtunk építkezni, és aztán nyáron, ami általában egyébként a kultúra életében egy ilyen egészen más természetű időszak, mert az emberek nagyon sokat utaznak, nyaralnak, előtérbe kerülnek ezek a természetű elfoglaltságok és másfajta kulturális rendezvényeket látogatnak, fesztiválokra gondolok például. Mi, mi a nyarat most egészen másféleképpen éltük meg. A nyár nem egy városi intézmény életében van, hogy uborka szezonként is szokták emlegetni. Nálunk eléggé fápesdült a nyári időszak, nyitottunk egy új kiállítást is, ez Modern Rezső Lebegő Ellenállások című retrospektív kiállítása volt, ami egyébként a város 70 éves jubileumához kapcsolt programok vagy itteni rendezvények sorában nagyon szépen betagozódott, és egy nagyon izgalmas anyagot lehetett itt látni. Talán az egyik legfontosabb és legnagyobb volumenű kiállítása volt ez Modern Rezsőnek. Zsinka Gabriella elmondta, a Modern rezső munkáit felvonultató tárlatot követően a nyári időszak a múzeumok éjszakájával kezdődött, majd a sikeres programsorozat után a Fejér megyei tárlat került előtérbe. És a múzeumok éjszakája volt tulajdonképpen az első olyan nyitott program, ahol, ahol már a közönség egy egészen más helyzetben, tehát a koronavírus helyzet kapcsán kicsit már oldottabb, vagy egy szerencsésebb kondíciók között nálunk szórakozni, vagy művelődni. Voltak egyébként olyan helyzetek több ízben, amikor így nyáron, amikor ennek így elkezdődött egy ilyen felívelése, egy kicsit jobban nyitottabb volt a helyzet. A Móder Rezső egyéni kiállítását követően a Fejér megyei őszi tárlatra koncentráltunk. Ez egy olyan hagyomány, ami több évtizedes múltra tekint vissza az intézményünkben, és nagyon fontos szalon ez, ami lehetőséget ad az itt élő művészeknek, illetve a régió művészeinek a rendszeres bemutatkozásra. A Fejér megyei őszi tárlathoz egy szakmai zsűri munkája is kapcsolódott, Petrányi Zsolt művészettörténész, Majsai Réka művészettörténész és Sárai Vanda kurátor bírálták el ezt az anyagot, és aztán Dunói Város megyei jogú város díját Keserű Zsolt munkája nyerte el, Székesfehérvár díját pedig Bauer István munkája. Az őszi tárlat egy nagyon népszerű és nagy sikerű válogatás szokott lenni. Rengetegen látogatják ezt a kiállítást, és maga a megnyitó esemény is egy olyan meghatározó helyzet vagy meghatározó program az intézmény életében, ami lehetőséget ad arra, hogy a szakemberek, a művész közösség tagjai találkozhassanak végre, kötetlen, de mégis szakmai platformon beszélgethessünk egymással. Megismerhessük az új műveket, hogy nagyon izgalmas ö, meglepetések és, és nagyon jó élmények kapcsolódnak minden alkalommal ehhez a helyzethez, vagy ehhez a megnyitó eseményhez. A művészeti vezető hozzátette, az év végéhez közeledve rendkívül nagy sikert aratott az Éri Jenő munkáit bemutató tárlat különleges megnyitója is. A komplex újdonságokkal és meglepetésekkel fűszerezett bemutató egy merőben új kezdeményezés részeként valósult meg. Az őszi tárlat ö, után pedig Éri Jenő egyéni kiállítását valósítottuk meg. Az az egyéni kiállítás címe az volt, hogy illetve most is még tart ez a kiállításunk, Atonális Kotta képek. Ez egy részben retrospektív jegyeket hordozó, de egyébként az utóbbi négy-öt év munkájára koncentráló kiállítás. Tulajdonképpen absztrakt festményeket, meglehetősen sokrétű technikával készült absztrakt festményeket mutattunk be, érjenő Munkásságából, illetve ennek a fő szekciónak a kínálatát szeretnénk azzal árnyalni, hogy korábban készült művekből is válogattunk. Egyrészt a 2000-es évek munkáiból, itt még részben olajvászon műveket is hozunk, másrészt pedig itt tetten érhető egy ilyen nagyon karakterisztikus, vagy nagyon fontos váltás a művész praxisában. Itt arra gondolok, hogy a tervező grafikai, vagy, 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 az alapvetően a grafikai munkásságtól van egy hangsúlyeltolódás a képzőművészeti munkásság felé, és főként az abstrakt festészet tere, vagy, vagy az abstrakt festészet műfaja lesz innentől kezdve a meghatározó. Zsinka Gabriella kiemelte, külön büszkeség számukra, hogy a Kortás Művészeti Intézet adott otthont az élesztő nevet viselő lokálpatrióta közösségnek. A sikeres tárlat és kiállítás megnyitó mellett az intézmény által megrendezett programok is színvonalas és modern elfoglaltságokat biztosítottak a városlakók számára.